A babai iskola kiköltözése után Nagyatádváros önkormányzata felajánlotta az Éltes Mátyás általános iskola fenntartójának, hogy igénybe vehetik ezt az épületet, mely több szempontból is előnyösebb, mint a régi. Sok szempontból olyan ideális helyre kerülhettünk, olyan feltételek közé, ami eddig nem állt a rendelkezésünkre. Nem volt játszóterünk, füvesített udvarunk, a 40 év alatt nem volt tornatermünk, fejlesztő szobáink, és ez most itt mind megvalósítható. Úgyhogy ebből a megfontolásból úgy látta a jónak, ami fenntartunk, hogy elfogadja ezt a felajánlást. Augusztusban már sok dolguk volt az iskola dolgozóinak, akik a Városgondnokság munkatársainak közreműködésével pakoltak át a volt babai iskola épületébe. Minden kollégám lelkesen részt vállalt ebből a feladatból, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szeptember 1-ére már igencsak szép és gazdagon kialakított környezetben várhattuk az új épületbe a diákokat. Folyamatosan költözünk és pakolunk azóta is, hiszen 40 évnek a munkáját bedobozolni egy régi épületben nem annyira egyszerű, úgyhogy azóta is folyamatosan jövünk, megyünk, segítenek a diákok is, úgyhogy ez még majd el fog tartani egy darabig, mire itt minden a helyére kerül. A pedagógus gárda a költözési hír hallatán némi aggodalommal nézett elébe az új helynek, de hamar kiderült, hogy mindenki jó helyre került. Kezdetben nagyon féltünk mi ettől, amikor ugye nem voltunk döntési helyzetben, csak elénk tárták ezt az információt, hogy költöznünk kell. Nagyon féltünk és megijedtünk, hiszen a régi hagyományaink, a megszokás az mind-mind ahhoz az épülethez kötött, hiszen hosszú évtizedek óta élünk és dolgoztunk, úgyhogy féltünk ettől a fajta változástól, de én úgy gondolom, hogy a beköltözés után, látva a gyerekeknek a kíváncsiságát, az érdeklődését, a felszabadult viselkedését, ez mind-mind annyi pozitívummal járt, hogy most már csak örülni tudunk ennek, hogy mi ezt az épületet megkaphattuk. Az intézmény új épülete területileg is nagyobb az előzőnél, ám a diákok 100%-osan ki tudják használni a tereket. Minden helyiséget be tudtunk lakni, hiszen annyi plusz fejlesztő szobára van szükségünk, ami eddig is rendelkezésünkre áll, csak ugye két épületben voltunk, hogy ezekre szinte mind-mind szükség van, és mind megtalálta a maga kis feladatát, úgyhogy tökéletesen belaktuk a földszintől egészen a második emeletig az összes helyiséget. Az intézményben szervezeti változás is történt 2011-ben. Az önállósága megszűnt az Éltes Mátyás általános iskolának, és telephelyként csatlakozott a kaposvári Durácki módszertani intézményhez, mely gazdasági és oktatási változásokat is maga után vont. A nevünket ugyan részben megváltoztatták, de én úgy gondolom, hogy magát ezt a feladatellátást nem fogja érinteni. Új feladatként jelentkezett az intézménynek az életében a fejlesztőiskolai osztálynak az elindítása. Itt halmozottan sérült gyerekeket fogadunk és foglalkoztatunk a hét minden egyes napján, illetve a felnőtt képzés is, mint új feladat beépült az alapító okiratunkba. A 8. osztályt be nem fejezett, de már nem tanköteles korú felnőttek számára indítjuk majd elvárhatóan októberben ezt a fajta feladatot. Így a tavalyi 9 helyett már 10 osztálycsoporttal, közel 100 diákkal indult az idei tanév, ám az új hely miatt a gyerekek bejárására is megoldást kellett találnia az intézménynek. A Nagyatádvárosi Önkormányzat egy autóbuszt biztosított számunkra, hiszen a diákok közel 95%-a mintegy 22 településről bejáróként érkezik be az intézménybe, és hogy nagyon nehéz volt ezt megvalósítani, hogy gyalog, hogy fognak ide elközlekedni, hiszen sok mozgássérült kisgyerek is van, akiknek ez a távolság igencsak megerőltető, úgyhogy kaptunk egy ilyen buszjáratot, amivel őket összeszedjük reggel, és akkor ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy beérkezzenek a 8 órai tanórakezdésre, illetve 4 órakor ugyanez a busz ki is viszi őket a busz megállóhoz. A város emellett az udvari karbantartásban is segítette az intézményt nyáron, hiszen a tavalyi átszervezés miatt sem takarító, sem karbantartó személyzete nincs az iskolának, így probléma volt az udvar rendezése. Köszönettel tartozunk a város gazdálkodásnak, hiszen az épületnek a hatalmas nagy udvarát szinte 2 hét alatt olyan gyönyörűen rendbe tették, karban tartották, amire nekünk ugye se emberünk, se eszközünk, se energiánk nem volt már, úgyhogy gyönyörű környezetben fogadhattuk tényleg szeptember 1-én a gyerekeket, ezért köszönet illeti az ő odaadó és tényleg kitartó munkájukat. A Városgondnokság munkatársai előreláthatóan a jövőben is segíteni fogják az intézmény munkáját.